He said Russia was afraid of him. China was afraid of him. Everybody was afraid of him. Nothing was going to happen. A háború erőkérdése. Azt a kérdést kell föltenni, hogy a világ nagy erőközpontjai hajlandóak-e közösen föllépni a békéért. Már csak ránk van szükség. Hölgyeim és uraim, amit láttak, 2x9,5 másodperces videó részlet. Az első részlet ebből a 1 perc 50 másodperces videóból való, ami mögött a szövegek ezek voltak. Donald Trump, leendő amerikai elnök nominálása, elnöki nominálása során készült videóról van szó. Én ebből csak ugye ezt a mondatot idéztem, ő azt mondta, Oroszország fél tőle, Kína fél tőle, mindenki fél tőle, senki sem fog történni. Ebben ugyanis hivatkozott Orbán Viktornak erre a kijelentésére Donald Trump, mégpedig annak alapján, hogy ugye a jelenlegi világháborús helyzetet csak egyféleképpen lehet megoldani, vissza kell hozni Trump elnököt az Egyesült Államokba, mert ő mindenkit távol tartott. Trump ezért használja ezt, ugye, mivel ő ezt nem használhatná, de ugyanakkor mégis Orbán Viktor ezt mondta, akit ő nagyon erős és kemény vezetőnek minősített már a videó részlet elején, és ugye azért sem tudott ilyet, mert ugye ez dicsekvés lett volna, öntehetség, stb. A későbbiekben majd meg lehet nézni ezt a teljes tartalmat. A másik pedig, amit 9,5 percben, másodpercben itt szerepeltettem, ugye az ebből a jól ismert Jó reggelt Magyarország péntek reggeli videó beszélgetésből, ami 30 perces, amiből a vonatkozó részlet ugye az valahol itt kezdődik, de amit én csak ugye ebben a 9,5 másodpercben idéztem, a háború erő kérdése, azt a kérdést kell föltenni, hogy a világ nagy erőközpontjai hajlandók-e közösen föllépni a békéért. És már csak ránk van szükség, már mint az Európai Unióra. Ugye itt ebből a teljes részlet leíratból látható, hogy milyen álláspontot képvisel általában Orbán Viktor, akinek sikerült ugye egy sajátos békemissziót végrehajtania, amire csak ő volt képes. Közvetlenül lesz megelőzően. Na már most ugye itt két videót használtam tehát föl, az egyik egy ez volt, a másik meg emez, ez egy 30 perces volt teljes egészében, és hát ennek ezzel kapcsolatos továbbiakat pedig lévén, hogy majd ebbe a történeti gondolkodás Pünkösdön követően című igazak-e blogomon, aminek az igazak-e wordpress.com a webcíme, július 10-én elhelyezett félkész, tehát még folyamatosan bővülő tartalmú blogbejegyzésben, aminek eddig ilyen fejezetei voltak, abban megtalálni a továbbiakat. Tehát például azt a teljes leíratot, amit itt az két előző szlájdban bemutattam. És itt csak fölhívom a figyelmet, hogy amikor meghirdettem az eddigi tartalmakat Facebook story formájában, akkor ugye ott mindig szerepeltettem a fejezetek mellett azt is, hogy időközben ugye volt a Trump elnök elleni sikertelen merénylet, aminek ugye nagy rendkívüli következménye van a további elnök választásra nézve. Hát ennek tudatában kérem, hogy majd ide, amikor elhelyezem a videókészítése során a megfelelő, kattintható, teljes videótartalmakat, akkor azt nézzék át. Köszönöm szépen, illetve ezt majd úgy tudják megtenni, hogyha úgy tudnak hozzáférni ez a videóhoz, hogy majd ebben a bejegyzésben legelőbb fogják megtalálni. Illetve hát nyilván a Sándor Nagycsa nevű YouTube csatornán. Köszönöm a figyelmüket!